Üdvözlöm Önöket a heti TV híradóját látják. Jakov Hadash Handelsman, Izrael budapesti nagykövete üzenetet küldött Pészach alkalmából. A tavasz első hajtásai már láthatóvá váltak, arra is emlékeztetvé minket, hogy közeledik a Pészach. Ekkor ünnepeljük arra, hogy letörtük rabszolgaságunk láncait, szabad néppé és nemzetté váltunk. Várakozással nézünk elébe a széderestének, melyet általában szélesebb családi és baráti körben ünneplünk meg. Az asztal körül ülve ekkor olvassuk és éljük át a hagadát, Pészák történetét. Élvezzük egymás társaságát és kulináris készségeit. Ezen tavasszal azonban sajnos máshogy lesz. Ugyanakkor talán így Pészák szokásai, üzenetei és értékrendje még mélyebben megérintheti szívünket és lelkünket mondta Jakov Hadas Handelsmann nagykövet videó üzenetében Pészach alkalmából. Szerdán a kora esti órákban világszerte beköszöntött a zsidó Pészách, a béke a szabadulás ünnepe. Legyünk hűek hagyományainkhoz, hiszen egyek vagyunk múltunkkal, és egyek vagyunk gyermekeinkkel, akik az általunk kitaposott úton mennek tovább. Ezen rendkívüli körülmények között is boldog ünnepeket kívánnak nézőinknek a heti TV munkatársai, és arra kérnek mindenkit, hogy most maradjanak otthon, töltsék az ünnepet szűk családi körben. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, minden egyes embertársunk elvesztése fájdalom, ezért nehezen jelenti be, hogy 11-en meghaltak 24 óra alatt. Együtt érzünk a családokkal. Nőtt az új megfertőződések száma is 78-al. Az elhunytak között van egy 49 éves férfi is, de neki is más alapbetegségei voltak, akár csak a korábbi esetekben. Aláhúzta ugyanakkor azt is, hogy egyre többen fel is épülnek, illetve jól van két beteg is, akit levettek a lélegeztetőgépről. Az elmúlt napokban az idős otthonokra fókuszáltak, a pesti úti idősotthonban négyre nőtt az elhunytak száma szerdára. De leszögezte, minden bevezethető szabályt bevezettek korábban. A felvételi stopp és a látogatási tilalom is érvényben volt, amikor kellett. Most a hiányosságok felszámolására kell koncentrálniuk. A tesztet a lakók felénél végezték el eddig, de mindenkit le fognak tesztelni, mert egy zárt közösségről beszélünk. Azt is elmondta, az idős otthoni egészségügyi ellátás hiányos, emiatt további ellenőrzések jönnek. Az otthonban maradó, jobb állapotú fertőzötteket folyamatosan figyelni kell, illetve el kell különíteni. Kiemelte, a főváros és környéke adja a fertőzöttek csak csaknem kétharmadát, de bármely település érintett lehet. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az operatív törzs nagy szerda délelőtti sajtótájékoztatóját megelőzően állt a kamerák elé a miniszterelnöki hivatal Budavári belső udvarán. A kancellária miniszter ismertette, hogy szombaton lejárnak a kiárási intézkedések, ezért álltak most a nyilvánosság elé friss bejelentéseikkel. Nem hetekről, hanem hónapokról beszélünk. Említette elsőként Gulyás Gergely a rendkívüli veszélyhelyzet fenntartásával kapcsolatban, amely során számítanak az önkormányzatok segítségére minden ezzel ellentétes híresztelés dacára. Karácsony Gergely elmondta, fontos, hogy a terheket és az információkat megosszák egymással az önkormányzatok és a kormány. A kormányülésen azt az álláspontot képviseltem, hogy még egy hónapig fenn kell tartani a jelenleg fennálló korlátozásokat. Természetesen a végső döntés a kormányé. Arra kérik az állampolgárokat, hogy minden szabályt tartsanak be. A család támogatásokhoz nem nyúlunk, jelentette ki a család és ifjúságügyért felelős államtitkár a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Novák Katalin hozzátette, ezeket a támogatásokat a jövőben is inkább bővíteni fogják, nem szűkíteni. Azt mondta, a családvédelmi akcióterv támogatásait ebben a helyzetben is sok ezer család vette igénybe. Az államtitkár öt pontban foglalta össze a koronavírus járvány ideje alatt a családokat érintő intézkedéseket. A családtámogatások megvédése továbbra is a munkát szorgalmazzák a segélyhelyet, segítenek átvészelni a veszélyhelyzetet, támogatják a fiatalokat és segítik az időseket. Az intézkedések között kiemelte például, hogy az év szóló hiteltörlesztési moratórium segíti a veszélyhelyzet átvészelését, a jelzálók hitelek továbbra is igénybe vehetők, és bevezetik egy új szabad felhasználású diák hitel lehetőségét. Külföld. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szerda reggel 84 ezerrel 1.431.375-re nőtt a világon. A betegségben 82.145-en vesztették életüket, az utóbbi egy napban 7.337-en, a meggyógyultak száma pedig 301.417, ami 16.615-tel több, mint egy nap alábban. Olvasható a Baltimore Jones Hopkins Egyetem összes összesítésében. A fertőzés 184 országban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számon tartás kritériuma is különböznek. Az EU lazít trösztellenes politikáján, hogy a gyógyszergyártó cégek együttműködhessenek a kórházak gyógyszerrel való ellátásában a koronavírus járvány alatt. A bizottság szerint a gyógyszerhiány időben történő megelőzése szükségessé teheti a vállalatok közötti együttműködést a gyógyszerkészletek gyártását és forgalmazását illetően. A termelés ilyen, jelleg, ilyen jellegű összehangolása normál körülmények között ellentétes lenne az Unió monopólium ellenes szabályaival, azonban a járvány során ez azt szolgálja, hogy a legszükségesebb gyógyszerek minél előbb a kórházakba kerüljenek. A lengyel kormány engedve a lakossági nyomásnak egyes termékekre hatósági árat szabna meg. Egyelőre a termék nem döntöttek, de az sem tudható, hogyan tarthatnák be az intézkedést. A parlament döntése szerint a lengyel kormány áprilistól maximális árakat és haszonkulcsot állapíthat meg, a nagy és kis kereskedelemben is olyan áruk és szolgáltatások esetében, amelyek az emberek egészségét vagy biztonságát védik. A döntésnek számos kritikusa van. Az országos gazdasági kamara szerint az áremelkedések korlátozása gyakorlatilag lehetetlen. Nincs ugyanis állami apparátus, amely minden esetet figyelhetne, vagy objektíven megállapíthatná, hogy túlzott áremelkedés történt -e vagy sem. Az intézkedések ráadásul elég általánosak, például az érintett termékkört sem definiálták egyértelműen. Szerdán a délelőtti órákban jelentette be Bernie Sanders független szenátor, a demokraták baloldali elnökjelöltje, hogy felfüggeszti kampányát és visszalép a demokraták elnökjelöltségétől. Sanders sokáig a verseny legnagyobb esélyesének tűnt, és New hampshire valamint nevadai előválasztási győzelme után sokan majdnem biztosra is vették győzelmét. Azonban miután a március elejé úgynevezett szuperkedd előtt egy sor demokrata jelölt és visszalépett Biden javára, Barack Obama alelnökének jelölti kampánya ismét előnybe került, amely előnyt a hónap folyamán behozhatatlanra növelt sanders -szel szemben. A tegnap megrendezett wisconsin előválasztás eredményeit meg sem várva Sanders most váratlan bejelentésével, Bidennek nyújt lehetőséget arra, hogy a járványhelyzet közepén immár hivatalosan ő lehessen Donald Trump elnök egyetlen lényegi kihívója az elnöki posztért. Irán folytatja nukleáris programját az új koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére is, szögezte le a teheráni kormány. Ali Akbar Szalehi, az iráni atomenergia ügynökség vezetője az állami tévének nyilatkozva azt mondta, a Natanzi nukleáris létesítményben hamarosan urándúsító centrifugák új generációját helyezik üzembe. Irán tavaly nyíltan elkezdte folytatni nukleáris programját, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok kivonult az E-programról szóló hadhatalmi egyezményből, és a többi részes nagyhatalom teherán szerint nem segített neki a negatív hatások kiküszöbölésében. Mindazonáltal Irán mindig azt állította, hogy atomprogramja békés célú, és most is állítja, hogy teljesen nem adja fel a nagyhatalmakkal 2015-ben kötött megállapodást. Az elmúlt 24 órában 306 új esettel 9404-re emelkedett a koronavírussal diagnosztizált izraeliek száma. 147 beteg állapota súlyos, 122 közülük lélegeztetőn van. 199 személy állapota közepesen súlyos, még a túlnyomó többség enyhe tüneteket tapasztal. A felépülők száma 801, az elhunytaké 71. A vírus legfiatalabb áldozata egy 37 éves férfi kedden halt meg. Az egészségügyi tisztviselők úgy vélik, Izrael nem fogja tudni teljesíteni a napi tízezer teszt elvégzésére irányuló célt a kulcsfontosságú reagens hiánya miatt. A 12-es csatorna azt állította, hogy a kedden elvégzett tesztek száma 2000 alatt volt. Múlt héten napi 6-8 ezer tesztet csináltak. Gazdaság Mély recesszióba taszította a franciaországi gazdaságot a koronavírus járvány, a francia jegybank jelentése szerint. A Bank de France becslése szerint az első negyedévben a bruttó hazai termék 6%-kal csökkent, a második világháború óta a legnagyobb mértékben. A francia nemzeti statisztikai Hivatal adatai szerint 2019. negyedik negyedévében 0,1%-kal csökkent a GDP, vagyis az ide első negyedévi visszaeséssel együtt már teljesült a recesszió technikai feltétele. Az éves bázisú GDP csökkenés két egymást követő negyedévben. A jegybank szerint márciusban 17% volt a gazdasági teljesítmény csökkenése, a hónap második felében pedig egyenesen 32%-os. Franciaországban március 17-én rendelték el a kiárási korlátozásokat. Végül az időjárásról. Ma megmarad a légköri eseményektől, frontoktól és csapadéktól mentes, alapvetően felhőtlen, szikrázóan napsütéses, szélcsendes, kifejezetten kellemes, koranyárias jellegű tavaszi időjárás. A hőmérséklet már mindenütt elérheti, kevéssel meghaladhatja a 20 fokot. Észha is marad a csendes, eseménytelen, derült időjárás. Fagy már sehol sem valószínű. A jellemző hőmérséklet átlaga reggel mínusz 2 plusz 8, délután pedig plusz 20, 24 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!